Mark R. Lasser gyógyulása szexuális függőség sebeiből című könyvét mutatta be Barta Éva pszichológus és Horváth Levente lelkipásztor a 29. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretén belül. A beszélgetést követően a könyv tartalmáról, üzenetéről kérdeztük a függőségek szakértőit. A morális szempontból semlegességet akarunk képviselni. Egy ilyen fontos tabu kérdésben, mint a szexualitás is, mert az jelenteni a tudományosságot állítólag, nem így van, akkor ő tudományos alapon behozza azt, hogy a relációknak van egy étosza, egy etikája. Vagyis ez a függőség is egy kapcsolatbetegség. És nem lehet objektíven megközelíteni, nem egy racionálisan megoldható hiány betöltő módszerrel lehet. Nagyon jól illusztrálja a könyv is azt, hogy hol vannak a határok, tehát akkor beszélünk szexuális függőségről, amikor ez az egyébként normális magatartás kontrollvesztetté válik. Tulajdonképpen bármelyik szexuális függőségről beszélnénk, ugye nincs már egy, nincs az irányítás a személy kezében, hanem elszalad. A felismerés a legfontosabb és egyben a legnehezebb lépés azok számára, akik valamilyen függőséggel küzdenek. A gyógyulás útjára lép, segítséget kér, akkor elsősorban az fontos, hogy olyan típusú, tehát hogy ezekben az intimitás, a kapcsolati intimitásban fejlődjön tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy találjon olyan személyt, akivel beszélgetni tud arról, hogy ki is ő valójában, aki előtt el tudja mondani a magányát, vagy a problémáit, vagy azt, hogy milyen típusú függőséggel küzd. Ugyanígy a szexfüggőnek is egy kétségbeesett kényszerpályán erőlködik, hogy kontrollálja azt, amit szégyel, és ami nyilván a reputációját is esetleg veszélyezteti. És minél inkább kontrollálni akarja, annál kevésbé tudja. Egy szexuálisan függő személynek leginkább az intimitása sérül. Hogy ezek a sebek ne váljanak kezelhetetlenné, szüksége van egy olyan környezetre, amely nem ítéli el akkor, amikor őszintén beszél problémáiról. Például a lelkészek és a pszichológusok által kialakított segítőháló keretén belül, ahol a legfontosabb a biztonságérzet kialakítása és megszilárdítása mindazok számára, akik a függőség örvényébe rekedtek. Egy elég hosszú utat szokott megtenni, amíg mer segítséget kérni, és mindenképpen azt gondolom, hogy fontos, hogy forduljon egy terapeutához, vagy pszichológushoz, vagy lelkipásztorhoz, olyan szakemberhez, aki jártas valamilyen szinten ezen a területen, illetve akár segítő csoportok, vagy online felületeken létrejött támogató csoportokba is beiratkozhat. Tehát nagyon sokat ad az, hogyha olyan személyekkel tud beszélgetni, találkozni, akik hasonló problémákkal küzdenek, és nem azt éli meg, hogy egyedül van a saját kontrollvesztésével, vagy akár a magányával. És itt a lelkipásztoroknak nagy szerepe van, mint lelki gondozónak, ugyanúgy, mint a pszichológusnak, vagy más segítő szakmásoknak. A fontos az, hogy létrejöjjön a gondozott és a lelki gondozó közt az a bizonyos köztes tér, ami igazi biztonságot nyújt annak, aki segítségért fordul hozzánk. És az egyház valamiképpen kis közösségeiben, ha nem is egészében, egy ilyen terápiás támogató csoportként funkcionálhat. A függők életében kialakuló szégyenérzet leküzdésében a családnak, barátoknak is nagy szerepe van. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem derül ki a családtagok számára, vagy a barátok számára, hogy valakinek ilyen jellegű problémája van, de ha igen, akkor mindenképpen fontos a befedezettség, hiszen egy olyan része, olyan területe az életünknek, ami a legintimebb, és hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy
megértéssel, nyitottsággal, ítélkezésmentesen, befedezettséggel viszonyuljon a család, vagy bárki az ismerősök közül? Nagyon nagy szerepe van. Az egyetlen dolog, ami segít, ha kilép abból a farizeuszmusból, hogy ő nem érintett, vagy ő ilyesmi nem kísérti, vagy ő neki nincs ezzel problémája. Nem mondom, hogy van, de ha nem az esendőségemben találkozom azzal a családtaggal, aki ebben a veszélyben van, vagy ennek a rabságában, hanem a magam törékenységéből beszélek, akkor lóról kezelve tanácsokat osztogatok, és semmit nem ér. Fontos tehát, hogy ne ítéljük el azokat az embereket, akik ilyen problémával küzdenek, hanem próbáljunk nekik utat mutatni a gyógyulás felé.